ötödik alkalommal rendeztük meg az állatok karácsonyát itt a Győri Állatmenhelyen. Az első az 2008-ban volt, hiszen az volt az első év, az első teljes év, amit itt töltöttünk. 2007-ben, 2007 nyarán költöztünk ide. Azóta minden évben, így december közepén karácsonyát egy-két héttel rendezzük meg az állatok karácsonyát, és évről évre szinte megduplázódik a látogatók, illetve a kapott adományok száma. Idén már egy külföldi partner szervezet, a Hope for Dogs is részt vesz a rendezvényen. Ők is segítettek a sátrak létrehozásában. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy mennyire bővül a rendezvény. Az első évben néhány négyzetméteres kis sátorral kezdtünk, most meg már külön sátorban helyezzük el az adományokat, illetve külön sátorban van a karácsonyi vásár. A karácsonyi vásárban a támogatóink által, itt az alapítvány által gyártott, készített adománytárgyakat lehet egy jelképes áron megvásárolni, akár saját részre, akár továbbadni. Ezt az összeget a téli fűtésre, itt a gyógyszerekre, az orvosi költségre fogjuk fordítani ebben az évben is, illetve jelentős tárgyi adományok mennyiségre, ami szintén megtöbbszöröződött az évek során. Mivel most még a kétnapos rendezvény első napjának a délelőttjén vagyunk, ezért pontosan nem tudom megmondani, hogy mekkora ez a mennyiség, de már most látszik, hogy több más a élelmiszert kapunk, ami egy nagyon szép és komoly mennyiség. Nyilván azonban ez gyorsan el is fog fogyni, hiszen most is közel 180 kutyus és 40 cica van a menhelyen, és ezen kívül még ideiglenes örökbefogadóknál is vannak állataink, akiknek a gondozását szintén szponzorálja az alapítvány. Másfél nap még van legalábbis egy biztosan a állatok idei karácsonyából. Elnézve az embereknek az adományait, mire lenne legfőképpen szükség? Hát amit kértünk az az, hogy ha valaki ruha, takaróadományt szeretne adni, akkor azt lehetőleg több részletben, illetve inkább januárban hozza be, mert pillanatnyilag a ruhatároló konténerünk megtelt, illetve a téli tüzelőanyagot is ott tároljuk, hiszen ebben az évben egy nagy fejlesztés, tehát minden évben hajtunk végre fejlesztéseket, de ebben az évben az egyik legnagyobb fejlesztés az az volt, hogy a viszonylag drága gázról egy pellet tüzeléses rendszerre álltunk át. Ugye a tüzelőanyagnak is idén most már helyet kell biztosítanunk, így azt kérjük, hogy ruhaadományokat azt inkább több részletben hozzák el a támogatóink, hogyha lehetséges. Illetve hát ami folyamatosan fogy és nagy mennyiségben fogy, illetve szükség van rá, az a szárasztáp konzerv, úgy szintén a kutyáknak, illetve a cicáknak, különösen kiemelve a kölyök, cica és kölyök kutya konzerveket, illetve speciális tápokat beteg állatoknak, tehát ezeknek is mindig nagyon örülünk, illetve a tisztítószer fertőtlenítő az, ami nagyon nagy mennyiségben fogy természetesen a menhely munkája során. Minden kenet tudják fűteni, vagy van olyan, amelyik még nem fűthető? Nem, mert alapvetően ugye a fűtés az úgy történik, hogy vannak külső keneljeink, illetve vannak külső kenelsoraink, ezekben helyezzük el azokat az állatokat, akik nagyobb testűek, erősebbek, illetve jobban bírják az időjárás viszontagságait. Őket is a kenel megóvja, hiszen azért egy szélvédett hely, ami csak előről nyitott, az összes többi oldala fedett. A belső fűtött részekben azokat a kutyákat helyezzük el, akik fázósabbak, illetve fiatalabbak, rövidszőrűek, illetve hát az elkülönítő szobákba, beteg szobákba is természetesen fűtünk. Elég jó hatásokkal, hiszen a tavalyi évben egy komoly hőszigetelési fejlesztést hajtottunk végre, tehát a fűtött helységekben nagyon jó hőmérsékletet tudunk szerencsére biztosítani. Szerencsére nagyon sok segítője van a menhelynek. Nem számoltam, de szerintem több tucatnyi, hogy sétáltatják a kutyusokat. Hányan vannak? Az önkéntesek száma folyamatosan változik, de egy 40-50 ember mindig van, illetve hát a nyári, illetve az idő, az iskolai szünetek idején még több fiatal jön ki hozzánk. Nélkülük nagyon nehéz lenne az állatok folyamatos mozgatását elvégezni, úgyhogy nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk, úgyhogy nagyon köszönjük nekik így az év végén vagy karácsony alkalmával az egész éves tevékenységüket, hiszen általában az ilyen típusú szervezetek munkája, illetve a fenntartás az önkéntesekre, illetve a társadalmi adományokon nyugszik alapvetően. Ezek szerint jöjjenek jövőre is. Igen, jöjjenek jövőre, és mindenkit várunk szeretettel, és minél többen.